Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket Gödöllőről, a Haszonállat és Génmegőrzési Központból. Először is köszönetet mondunk a Vidékfejlesztési Minisztériumnak azért, hogy a Kurca TV Agrárpercek műsorának engedélyezték, hogy itt ebben az intézetben forgathassunk. Televíziónk nagyon fontosnak tartja, hogy nézőink megismerjék a génmegőrzési feladatokat is. Köszöntöm Varta Ildikó génbanki tenyésztés vezetőt. Kérem, a Haszonállat génmegőrzési központról adjon egy rövid történeti áttekintést. Szeretettel üdvözlöm a Kurca TV nézőit, és azt kell mondanom, hogy nagyon örvendünk, hogy intézetünket meglátogatták, és egy kis filmet forgatnak arról, hogy milyen tevékenység folyik ebben a történelmi jelentőségű intézményben, aminek 118 éves múltja van, és elmondhatjuk, hogy Magyarországon az egyik legrégebbi mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó intézmény. Hányatott időszakokon ment keresztül, a tevékenység viszont mindig fennmaradt, ezt mindig nagy odaadással és szeretettel végezte mindenki, felmérve ennek fontosságát, és reméljük, hogy helytállunk mi is a mai időkben azért, hogy ezt a tevékenységet tovább vigyük és tovább adhassuk a következő generációnak. Miért fontos a génmegőrzés? Hogy jutottunk odáig, hogy ez szükségessé vált? Olyan fajták között vagyunk most per pillanat, amelyek a 30-as években az egész Magyarországot ellátták hússal és tojással. Fontos kihangsúlyozni, hogy mekkora szerepet játszottak ők az élelmiszer láncban, a múltban. És amikor 1960-tól kezdve külföldről betódultak a hibridek és a különböző termelési paraméterekre, nagyon erősen szelektált hibrideknek a létszáma import kapcsán annyira felszaporodott, hogy ezeket az alapfajtáinkat, melyek történelmi jelleggel bírnak Magyarországon, teljesen kiszorították a köztenyésztésből. Innentől kezdve a létszámuk olyan minimálisra csökkent, és olyan szinten a hosszú évek során elmaradt az emberek részéről az állattartási hagyomány, hogy kiszorultak a köztenyésztésből. Ezáltal felmértük, hogy olyan létszámokról beszélünk, amelyek már a veszélyeztetett kategóriába tartoznak. Innentől kezdve szükségessé vált ezeket az állományokat összegyűjteni, a megmaradt egyedeket, amelyek még hordják magukban, és mint látjuk, be is bizonyítják a idők folyamán a hasznukat, meg a alkalmazkodó képességeiket. Egy génbankba kellett őket összegyűjteni ahhoz, hogy ezek az állományok fönnmaradjanak. Mely fajtákat nevezzük őshonos fajtáknak? Itt elsősorban a baromfikra gondolunk. Kérem, adjon egy rövid fajta bemutatást. Őshonos fajtáknak nevezzük azokat a fajtákat, amelyek akár fajokat és fajtákat, amelyek Magyarország éghajlati, növényvilág és földrajzi körülményeihez tökéletesen alkalmazkodtak. A termelésük is minőségi termékeket produkálva az emberek nagy örömére. Kérem, tartson egy rövid fajta bemutatást. Igen. Kezdeném akkor azzal, hogy tyúkfélékből a Haszonállat Génmegőrzési Központban fönntartunk 7 fajtát. Pillanatnyilag ahol vagyunk, ezek a fekete erdélyi kopasznyakú fajta. Kissé hátrányos helyzetben, mivel annyira csökkent a létszámuk, hogy már a veszélyeztetett kategóriába tartanak. De aztán megyünk tovább és nézzük majd a többi fajtákat is, mint például a fehér magyar. Aztán van nálunk génbankban fönntartva a sárga magyar, ami nagy kedvenc az állattartók körében, baromfi tartók körében. A erdélyi kopasznyakúnak a tendermagos színe. Az erdélyi kopasznyakúnak még van egy fehér színváltozata. A kendermagos magyar tyúk és a fogoly színű magyar tyúk, ami egyszer már eltűnt Magyarországról, úgyhogy az 5. éve, hogy a fajtát sikerült újból meghonosítani, és
az idők folyamán az egyik legkedveltebb házaiban tartott őshonos baromfiként mondhatjuk, nevezhetjük. És a többi fajról is beszélne nézőinknek? Természetesen ki nem hagynám a lehetőséget, hogy megemlítsem a pulykáknál például a részpulykát és a bronzpulykát tartjuk fent az állományunkba. Aztán létezik nálunk a gyöntyúk, a parlagi gyöntyúk méghozzá, és pár szóban ezekről csak azt szeretném elmondani, hogy mindaddig, amíg a mai gasztronómiában az ízek például a pulyka kapcsán csak a húspulykának az ízeit és a gasztronómiai értékét tudjuk felhozni, mivel az emberek már a pulykatartásról teljes mértékben lemondtak, nagyon ritkán tanyavidéken még megtalálható. Említenem kell feltétlenül, hogy ezek nem intenzív fajták, hanem például a pulyka az egy régen honosult fajta. És ezek az állatok a természetes párzást kapcsán szaporodnak nálunk a génbankban, mindaddig, amíg a hibrid pulykák, azok csak a mesterséges termékenyítés útján szaporíthatóak. Ellenálló képességük maximálisan kiemelendő, és nem elfelejtendő az sem, hogy a kotlási hajlam ezeknél az állatoknál még nagyon erősen működik. Itt visszatérnék egy picit a tyúkfélékre is, mert ez a tyúkféléknél is, a pulykánál is, a gyöngytyúknál is, liba, kacsa, minden általunk fönntartott génbanki állományban. Ez a nagyon fontos és ösztönös tulajdonság, ez megmaradt. Továbbiakban akkor említeném, hogy megtalálható nálunk még a génbankban a kacsa fajban a fehér magyar kacsa és a vadas színű magyar kacsa, vagy tarka magyar kacsa, és a lúdban pedig a fodrostollú magyar lúd és a magyar lúd. Milyen tenyésztési módszerek és elvek léteznek kis létszámú és értékes genetikai állományoknál? És kérem, említse meg az erre épülő támogatásokat is. A génbankban elfogadott tenyésztési módszereknek az a legfontosabb szempontja, hogy mivel kis létszámokkal dolgozunk, minél jobban elkerülni a beltenyésztettséget. Ennek kapcsán olyan módszereket tudunk kitalálni, amelyek biztosítják ezeknek az értékes géneknek a fennmaradását a lehető leghosszabb távon a beltenyésztettség nélkül. Ezáltal felsorolnám azokat az alapvető dolgokat, amikbe kapaszkodni tudunk egy-egy ilyen tenyésztési módszer kapcsán. Az ivararány, ami normál esetben például a tyúkféléknél egy kakashoz 10 tojó, a génmegőrzésben szűkített ivararányban működik. Ez azt jelenti, hogy egy kakashoz csak 7 tojót használunk. Így akkor többen részt tudnak venni a pedigré keltetés idejében a kakasok kapcsán, a kakascserék kapcsán a tenyésző időszak idején. A másik módszerünk az az, hogy az állományok kis családokra vannak osztva. Ezeken a kis családokon a kakasok minden évben meg vannak cserélve, tehát más-más kakas kerül a tenyésztésben. Mivel jelölt állatokról beszélünk, ezek napos korban kapnak egy szájszámot, innentől kezdve egész életükben követhető az azonosításuk. És ez egy nagyon fontos módszer, hogy a pedigré keltetéseket úgy végezzük, hogy ellenőrzött módon, csak ez az egy lehetősége van annak, hogy a beltenyésztettséget elkerüljük. A nagy hátránya ennek a tenyésztési módszernek az az, hogy nem használjuk a kotlósokat. Valahol egy ellenszelekciót végzünk ezzel a tulajdonsággal szemben, ugyanakkor tervben van az is, hogy a génmegőrzésnek legyen egy olyan háttér tenyészprogramja, ami tudjuk, hogy macerásabb, lehet, hogy egy kicsit drágább is, de
megpróbálni ezeket a nagyon hasznos tulajdonságokat is megőrizni az állományoknál, mint a kotlás, tehát kotlóssal keltetni a kis családokat, és akkor azokat úgy követni. Ennek felületi szempontból kicsit helyigényes, több emberi munkát és foglalkozást igényel, de ezt előbb-utóbb a génmegőrzésben be kell vezetni. A másik szempont, ami a tenyésztést illeti, az az, hogy ezeknél az állatoknál nem végzünk semmiféle szelekciós nyomást. Ez azt jelenti, hogy termelési paraméterekre nem szelektálunk. Ezeknek az állatoknak még a Magyar Királyság idejében volt egy leírás, hogy ezek az állatok mit tudnak, körülbelül mire képesek, milyen nagy az ellenálló képességük, és mi azt szeretnénk, hogyha ezeket a dolgokat meg tudnánk őrizni, mely génmegőrzésnek ez a feladata. Ugyanakkor tudjuk, hogy amikor beszélünk arról, hogy szelekció és termelésre irányuló szelekciók, akkor mindig az alapfajtákból indulnak ki. Ezek genetikai módszerekkel, ugyanakkor fizikai mérésekkel és alátámasztott módszerek, amiket használnak, tenyésztési módszerek, viszont ezek elviszik az állatoknak a tulajdonságait és az öröklődését ezeknek a tulajdonságoknak valamilyen irányban. Vagy tojás termelés irányában, vagy hús termelés irányában. Itt a génbankban ezek az állományok mind vegyes hasznosításúak. Ez egy nagyon fontos dolog, mert abban az esetben, hogyha a erős szelekció nyomás útján a hibridek plafonálódnak genetikailag, hozzá kell nyúlni újból az alapfajtákhoz, nincsen más módszer. Ha ezek a fajták egyszer eltűnnek, többet nem lehet őket visszahozni. Ez a génmegőrzés. A génmegőrzés mindig is állami feladat volt, és ezek az állományok az állam tulajdona. Nemrég nemzeti kincsnek lettek kinevezve. Kissé szomorú, hogy EU-s támogatást és nem állami támogatást, de reméljük, hogy a későbbiekben ez is be fog következni. Azért, hogy ezt a tevékenységet a lehető legmegfelelőbb színvonalon tudjuk fönntartani és végezni, pont azért, hogy ezt a nemzeti kincs szónak a megfelelőjét komolyan alá tudjuk támasztani. Mondaná ezekről a részpulykákról valamit? Természetesen, hogy nagyon szívesen mondok egy pár olyan tulajdonságot ezekről a részpulykákról, ami lehet, hogy a nagy közönség számára nem annyira ismert. Például a részpulyka az nem egy nagy termetű madár, de nagyon magas az ellenálló képessége, óriási kotlási hajlama van, és háztáiban nem csak a részt, itt már említem akkor egyben a bronzpulykát is, hogy ezeket a régen honosult pulykákat kis élőkeltetőként használták. A pulyka olyan szinten elfogad minden más fajt is a keltetés során, hogy és még a nevelés során is, hogy ezt a tulajdonság régen háztáiban az emberek nagyon ügyesen kihasználták. Egy másik nagy előnye ezeknek a pulykáknak az, hogy a pulykatojónak van egy olyan tulajdonsága, hogy nagyon sokáig tudja tárolni a termékenyítés után a spermát. Ezáltal akár 40 napon keresztül egyszeri találkozás után a hímivarral termékeny tojást tudnak termelni. Ebből mi adódik, hogy a hímivarból sokkal kisebb létszámot kell tartani, a háztáiban. Falun ezt úgy oldották meg, hogy a hímivarú pulykákat, amiket úgy szoktunk mondani, hogy babpulykák, végig sétáltatták a faluba a pulyka tojókon, és ezáltal egész szezonban, amíg a pulykáknál a tojás termelés tartott, termékeny tojást tudtak megfogni. Ezt meghagyták a tojók alatt, gyönyörűen kikeltették és fölnevelték az utódokat, és lehet, hogy azt kell mondjam, hogy ez volt az igazi génmegőrzés. Hogyan próbálják Önök ezeket a fajtákat népszerűsíteni és visszahozni a mezőgazdaság vérkeringésébe?
Mivel nem csak a génmegőrzés az alapfeladatunk, hanem ezeknek a fajoknak és fajtáknak a terjesztése és visszakerülési lehetőséget adni a élőhelyük, eredeti élőhelyükre, ezért azáltal, hogy a génmegőrzés kapcsán értékes tenyésztojások képződnek ezektől az állatoktól, maximálisan arra törekszünk, hogy a kikeltetett napos csibéket az ország minden pontjára eljuttassuk. Hála jó Istennek van is érdeklődés ez iránt, a dolog iránt. Sokan nosztalgiából, sokan újrafelismerésből teszik ezt a dolgot, hogy megveszik az állományokat és megpróbálják fölnevelni. Igaz, hogy kis létszámban, de talán azáltal, hogy elindult ez a tevékenység, és elindult ez a hullám, hogy az emberek igyekeznek minőségre is egy kicsit odafigyelni, nem csak a mennyiségre, akár a tojás, akár a hús szempontjából. Főképp a gyerekes családok, akik a gyerekeknek megpróbálják az egészséges életmódot biztosítani, és meg is tehetik, azokra alapozzuk ezt a terjesztési folyamatot. Ugyanakkor a mezőgazdasági tevékenységben már nagyobb létszámmal dolgozó emberek is felmérték, hogy nagy állattartás mellett nagyon jó kiegészítő tevékenység a baromfi tartás. Bemutatná ezeket a gyönyörű kopasznyakú tyúkokat? Nagyon szívesen bemutatom az erdélyi kopasznyakú tyúkféléket. Nem is egyébért, de ők nagyon kevésbé ismertek ma már a baromfi tartásban. Ezek az állatok, olyan szemmel kell nézni őket, hogy van, akinek nagy kedvence tud lenni, van, aki pedig egyszerűen nem fogadja el a kinézetüket, és emiatt egy kicsit idegenkedik tőlük. Ha arról van szó, hogy mivel tudnám alátámasztani az óriási hasznukat ezeknek az állatoknak, az, hogy például Tanya vidéken ezek az állatok tökéletesen használhatóak, mint vegyes hasznosítású fajták, mert nagyon figyelő állatok, nagyon jól tudnak védekezni, nagyon hamar fölgajaznak. Mivel magas vérmérsékletű állatokról beszélünk, nagyon, mindig mozgásban vannak, ezáltal a combjuk az egy erősebb, vadasabb jellegű hús képződik rajta, viszont mellben látszik, hogy robusztusak, majdnem, hogy dupla mellű állatokról beszélünk. Ami a hús minőséget illeti, az összes tyúkfélére érvényes, és nem csak az erdélyi kopasznyakúakra, az, hogy ezek az állatok, mivel nem zártan vannak tartva, és ezeknek a létfontosság, a szabadtartás és a kapirgálás, először is 70%-át jó területen megkeresik saját maguknak az élelmet, a másik pedig az, hogy mivel napfény éri őket, friss levegőn mozognak, és tudnak maguknak szedegetni mindenfélét a jó területről, ezért elképzelhető, hogy beszélünk a hús minőségnek a csúcsáról ilyen szempontból. És ezekről a gyöngytyúkokról mit tudhatnak meg a nézők? Hát van mit mondjak jó dolgokat a gyöngytyúkról a nézőknek, és pedig az, hogy a parlagi gyöngytyúk az még mindig egy félvadmadár, tehát annak a domestikációja még nem fejeződött be, de olyan elképesztő jó tulajdonságokkal rendelkező fajról beszélünk, ami úgy látszik, hogy meghonosult Magyarországon is, mert ők úgymond régen honosult faj. És azt mondhatom el, hogy eszméletlen jó hús minősége van. Régen ezzel hamisították a fácánhúst a gyöngytyúkkal. Ugyanakkor ezeknek a madaraknak ami óriási előnye, hogy nagyon magas az alkalmazkodó képessége, és hiába Afrikából származó állatról beszélünk, nagyon jól viseli az extrém éghajlati viszonyokat. Tojás termelése körülbelül ugyanaz, mint a tyúkféléknek. Annyi különbséggel, hogy egy vastag héjú tojásról beszélünk, és méretében kisebb,
egy érdekes, kicsit háromszöges alakú tojás, de a vastag héjnak köszönhetően a tárolási ideje hosszabb, ugyanakkor fehérje érzékenyek is fogyaszthatják. A keltetése ebből adódóan, géppel történő keltetése nehezebb, mint a tyúkféléknek a tojása. Sokkal magasabb párát igényel az utolsó napokban, a bújtatási időszak alatt. A természetben a gyöngytyúk ezt úgy oldja meg, hogy a tojásokat a reggeli harmadban megforgatja, és már ezzel biztosítja is azt a mennyiségű nedvességet a tojásainak, ami szükséges egy normális és erős csibekikeléséhez. Intenzív gyöngytyúk tartás az nagyon ki tudta használni a genetikai lehetőségeit ennek a fajnak, amit még nem is veséztek ki teljes mértékben, eljutva odáig, hogy ugyanazt a broiler típust elő tudják állítani a gyöngytyúkból is, mint a tyúkfélékből. Ennek egy hátránya van, hogy ez viszont a húsminőség kárára történik. Mi mindig is kihangsúlyozzuk, hogy azok a tulajdonságok, amik itt ezeknél a fajoknál és fajtáknál, amiket mi génmegőrzésben tartunk, nem a mennyiséget szolgálja, hanem a minőséget. Érkeztünk a kedvenc állataimhoz, a kacsákhoz. Mesélne róluk? Nagyon szívesen mesélek a kacsákról, mivel nekem is a nagy kedvenceim közé tartoznak. Azok az állatok, amelyekre ha ránéz az ember, mintha mindig mosolyognának, mindig jó kedvre derítenek. Egyébként meg a baromfi ágazatban az egyik legkényelmesebb állatfaj a kacsa. Óriási ellenálló képességgel rendelkezik, nagyon jó tojók, könnyen keltethető és könnyen nevelhető. Ugyanakkor, mint tudjuk, azért a kacsacomb az egy nagyon finom dolog, és főképp azoktól a kacsáktól, akiknek megvan adva a lehetőség, hogy vízen legyenek, és ezt most már ők is meg fogják rövidesen ezt a lehetőséget kapni, csak éppen készül az úsztató tavuk, amit egy kicsit rendbe rakunk. Ettől függetlenül most is van vízfelület, ahol elpacsálhatnak, mert a kacsa vízi szárnyas kategória, tehát azt jelenti, hogy ő nagyon szereti a vizet. Két típusát láthatjuk, a két fajtát, a fehér magyar kacsát és a tarka magyar kacsát. A tarka magyar kacsa nagyon szépen örökíti küllembe a tőkés récét, amiből származik, és úgy alakult ki, hogy szelekció során meg lett növelve az állománynak a testtömege, elvesztette a repülési hajlamát, és ezáltal egy nagyon jó háztáji kacsa lett belőle, nagyon jó húsminőséggel, és nagy kedvence a háztáji baromfi udvarban sokaknak a tarka színes szép tollazata miatt. A fehér kacsa, annak viszont a vágóhíd örül jobban, meg a háziasszony, aki pucolja, mert a tokos, tehát a tolltűsző fehér színű, és könnyebben konyhakészre lehet készíteni, mint a tarka kacsát. Mondaná egy pár szót ezekről a gyönyörű ludakról? Igen, pillanatnyilag pont egy génmentési programban résztvevő állományt láthatunk itt, a Garamenti Lúd, aminek szintén nagy hagyománya volt még a Nagy Magyarország területén a tartásának, és mivel ezek az állományok is óriási genetikai értéket hordoznak magukkal, ezért ebbe a génmentési programban ezeket az állományokat most próbáljuk stabilizálni. Látható a felnőtt állomány, és mellette a szaporulat, és természetesen ezek a programok, ezek államilag támogatott programok.
És mi meg felzárkózunk azáltal, hogy megfelelünk azoknak az állattenyésztési törvényeknek a tevékenység kapcsán, amik ma Magyarországon élnek, és bevisszük ezeket az állományokat a NÉBIK által hivatalosított rendszerbe. Kedves Ildikó, mint génbanki tenyésztőnek mi a vágya? Hát erre csak egy választ tudok mondani, és köszönöm a kérdést, az, hogy ezekből az állományokból állami nukleusztelepek alakuljanak ki, fajtól függetlenül, és fajtától függetlenül a legértékesebbeket számba véve, és hogy biztonsággal fönn tudjuk tartani és továbbvinni a tevékenységet, és ne legyünk kiszolgáltatott az EU-s támogatásoknak, az embereknek az anyagi helyzetéhez, magyarul, hogy ez a tevékenység fönnmaradjon és tovább tudjuk vinni. Köszönjük a beszélgetést, és további sok sikert kívánunk az önök munkájához. Én meg nagyon szépen köszönöm.